Énektechnikailag ugyanaz a felkészülési folyamat, ugyanúgy készülök vele, mint az operákra vagy a dalestekre, de szellemileg, lelkileg az egy más megpróbáltatást jelent egy ilyen műnek az előadása. Amikor egy ilyen szakrális koncerten egy helyen énekelek, ott muszáj a helynek a szellemiségét is figyelembe venni. Nem azt mondom, hogy teljesen fedett fővel, de azért a karoknak fedettnek kell lenni, nem lehet óriási dekoltásban énekelni, meg hát a műhöz kapcsolódóan azért az egy emberi és egy művészi alázattal kell közelíteni nyilván a megjelenésben is.